A Nyíregyházi Bem József általános iskola néhány hónappal korábban a Tempusz közalapítvány kuratóriumával közösen adott be pályázatot az Erasmus Plus programjába, amely elbírálása sikeresen zárult. A projektben további 4 Európai Uniós ország érintett még, mely országokból most több pedagógus látogatott el Nyíregyházára, hogy megismerkedjenek az iskolával és a megye székhellyel. A városról és a városvezetés működéséről Szemán Sándor címzetes főjegyző tartott előadást a külföldi tanároknak a polgármesteri hivatalban. Az előadást követően a BEM intézmény vezetője a nemzetközi kapcsolatok fontosságát hangsúlyozta. Ez a Let's Play Oldi pályázat, ahol Spanyolország, Olaszország, Törökország és Horvátországból érkeztek hozzánk kollégák, és most ezen a héten ismerkednek egy picit az intézményünkkel, ismerkednek a várossal, és szerettek volna ellátogatni ide a polgármesteri hivatalba, és egy picit betekintést nyerni Nyíregyháza város életébe, megismerkedni az itteni városvezetéssel, és egy kicsit bővebb információt kapni az itt folyó életről. A program 24 hónapos időszaka alatt a pályázatban érintett partnerországokban szerveznek meg egy-egy hétnapos partnertalálkozót. Ilyenkor alkalmanként 2 pedagógus kísér 3-4 diákot külföldre. A találkozók alkalmával bemutatják az iskolákat, csapatépítő játékokat és programokat szerveznek, valamint tapasztalatokat cserélnek az egyes országok oktatási módszertanaival kapcsolatban. Ennek a programnak a legfontosabb célkitűzése az, hogy a különböző kultúrákból érkező, más országokból érkező kollégák tanítási tapasztalatait, szakmai tudásukat megosszák velünk, és mi viszont velük átvegyük a jó gyakorlataikat, gyerekeinket bevonjuk mindezekbe a tevékenységekbe. Én azt remélem, hogy nálunk ennek igen nagy sikere van, illetve tegnap volt a megnyitó ünnepségünk, és ezt láttuk is, hogy a gyerekek élvezettel vettek részt mindenen, készültek erre a megnyitó ünnepségre, örömmel szólaltak meg a saját kis szintjükön, akár csak egy köszönésért erejéig. Tehát én azt mondhatom, hogy már most azt látom, hogy eléri a program a célját a mi iskolánkban. A projektben a BEM József általános iskola főkoordinátori szerepet kapott, így komoly feladat hárul a Nyíregyházi intézményre. Összefogjuk ezt a projektet, mi koordináljuk a tevékenységeket, osztjuk be az időbeosztást, kiosztjuk a feladatokat, és mint főkoordinátor nálunk van az első találkozó, mindezek a feladatok megbeszélése ránk vár most, még a mai nap folyamán. A BEM József általános iskola több éve a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája. A területi és megyei elsősegélynyújtó versenyeken rendre kiemelkedő eredményeket érnek el a diákok. Az intézmény nemrégiben megkapta a Boldog Iskola címet is, az Erasmus Plusszal pedig a tanulók az idegen nyelvek és kultúrák megismeréséhez is jó lehetőséget kaptak.